Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Hídépítő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Balaton már hívogatja a táborlakókat. A kilátás és a jó levegő is adott egy nagyszerű naphoz. A tóparti hotel kislakói lassan mind felkelnek. Ha nem maguktól, akkor egy kellemes ébresztéssel. Jó reggelt, hét alvok. Reggeli van. Indulni kell reggelizni. Reggeli van, fölkelni, mekkor reggeli idő van. Idő van, jó reggelt. Ebben a hotelben a héten csak olyan gyerekek laknak, akik már túl vannak egy nehéz időszakon. Vagy mint testvérek, vagy pedig mint érintettek mentek át ugyanazokon a bajokon. A 8. táborunk, ahova mi jöttünk. Dorina egy egészséges kislány. Testvére Márkó viszont beteg. Rehabilitálódni és kikapcsolódni jöttek. Ám még mielőtt kiderülne, hogy pontosan milyen táborban vannak, ismerjük meg Márk történetét. Az egész 3 hónapos korában kezdődött. Először csak azt vették észre, hogy nagyobb a hasa a megszokottnál. Az ultrahang is kimutatta, hogy valami nincs rendben a babánál. Kiderült, hogy kétoldalú heresérme van. Márk édesanyja, Gabi, akkor még nem gondolta, hogy ez csak a kezdete lesz egy nehéz időszaknak. Heresérműtét volt, ami ez se volt egy könnyű dolog, ugyanis 200 volt a vérnyomás a műtőben, úgyhogy egyáltalán azt mondták, hogy örüljek neki, hogy felhozták a gyereket élve. 10 napon keresztül próbálták levinni Márkó vérnyomását, de nem sikerült. Később aztán az 1-es számú Tűzoltó utcai klinikán mégis normalizálni tudták. Gabi, mikor bement az intenzív osztályra, nem ismerte fel saját gyermekét. A lélegeztetőgép látványa felismerhetetlenné tette Márkót. Később a következő látogatás viszont még ennél is ijesztőbb volt Gabi számára. Az osztályra belépve ugyanis az üres ágy fogadta az édesanyját. Gabi hirtelen nem tudta, mire gondoljon. Miért üres Márk ágya, és miért nincs már a lélegeztetőn? Aztán választ kapott mindezekre. A nővérke elkísért minket az orvosszobába, és hát a Márkot ott ringatta a doktorbácsi a hasán, és közölte, hogy hát ez a gyermek élni akar, így levették a lélegeztetőgépről. És hát ez nagyon-nagyon jól esett. Márkó állapota stabilizálódott, ám a betegsége még nem múlt el. A vizsgálatok során kiderült, hogy egy ritka betegségben szenved.
Dr. Szabó Attila klinikai igazgató szerint évente csak néhány újszülöttnél diagnosztizálják. Márkónak policisztás vesebetegsége van. Ennek két formája van. Az egyik, ami a Márknál van, ez a gyermekkorban megjelenő forma, a másik pedig a felnőttkori, ez jóval gyakoribb. Ezzel azonban gyerekkorban, bár sokszor tudunk róla, de teendő nincsen, mert nem okoz ekkor még problémát. Ami a Márknál van, ez a gyerekkori forma, ennek is többféle típusa létezik. A legsúlyosabb az már a születéskor, sőt már a születés előtt ultrahangvizsgálattal észlelhető, és a születéskor sokszor az is kérdéses lehet, hogy egyáltalán az újszülöttek életben maradnak-e, életben tarthatók-e. Gabi tudta, hogy kisfia veséje csak pár évig fogja bírni, aztán szüksége lesz egy új vesére. Addig pedig mindent megtett, hogy felhőtlen gyermekkora legyen. Nem szerette volna, hogy ez az időszak az aggódásról és a félelemről szóljon. Hát a szívem mélyén nehéz volt minden, de tartottam magam, tehát pont azért, hogy a gyermek ne azt lássa, hogy én is összeestem, hát mindig abba bizakodtam, hogy jó lesz, minden rendben lesz, és harcolni fogunk, és megyünk előre az életbe. Telt az idő. Márk ugyanúgy tanult és játszott, mint a többi gyerek. Sok időt töltött nagyobbik lánytestvérével, Diával is, aki szerint öccse mindig is erős volt, és nem hagyta el magát. Jó testvér, nem lehet azt mondani, hogy rossz. Mint minden embernek neki is vannak ilyen hülyeségei. Tudunk vitatkozni, de tényleg amúgy nagyon rendes. Sok mindent meg tudok vele beszélni, pedig fiú. 7 évig bírta Márk veséje. De a 7 év leteltével szüksége volt egy új vesére. Felkerült a várólistára, aztán már csak várnia kellett, mikor találnak neki donort. A statisztikai adatok szerint a gyermekeknek körülbelül 1 évet kell várniuk a vese átültetésre. Szerencsére Magyarországon egyre több transzplantációt végeznek, köszönhető ez többek között a pozitív kampánynak is. Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány kuratóriumi elnöke is azon dolgozik, hogy az emberekben az rögzüljön, hogy a szervátültetés életet ment, és hogy ezek az emberek is teljes életet tudnak élni. Magyarországon és nagyon sok európai országban a vélelmezett beleegyezés törvénye van, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki nem tiltakozik ellene, az potenciális donor. És csak 18 éves kor alatt kell a szülő vagy gyám beleegyezése ahhoz, hogy felhasználják a szerveit. 18 éves kor fölött semmiféle beleszólása nincs a hozzátartozóknak. Ha én nem tettem meg a tiltakozó nyilatkozatot, nem tiltakoztam ellene életembe, akkor halálom után potenciális donor vagyok. Zsuzsa már 11. alkalommal szervezi meg a Mi is nyaralunk, Mi is sportolunk szervátültetettek táborát. Itt nem csak a transzplantált gyerekek, hanem a szüleik és testvéreik is együtt nyaralnak. A közel 100 gyerek fele szervátültetett, a másik fele pedig egészséges. De elnézve őket nem lehet megállapítani, hogy melyikük volt műtve. Csak a kis pólók alatt megbújó hegek árulkodhatnak. De vannak itt olyan szülők is, akik egymásnak adták szerveiket. 2004-ben már rájöttünk arra, hogy nem csak a transzplantált gyerekeknek fontos ez a tábor, nem csak nekik kell rehabilitálódni, ők sokkal gyorsabban rehabilitálódnak, például, mint a szüleik. A szülők, aki többnyire betegen született gyermekért aggódott egy életen keresztül, vagy éveken keresztül, nagyon nehezen tudja megérteni és feldolgozni, hogy most már nem kell aggódnia, nem kell burokban tartani, nem kell vatta közt tartani a gyereket, engedje élni. Zolika is átesett egy szervátültetésen. A kezelések következtében a hallását még kisbabaként elvesztette. Hallókészülékével most tanul csak beszélni. Nagymamájával ez a 3. alkalom, hogy a táborban nyaralnak. Neki nagyon hiányoznak a barátok. Tehát jó, hogy visszük játszótérre ide-oda, de hát ott azért olyan mély barátságok nem szövődnek, mint itt a táborban.
Zolika számolni is ügyesen tud már. Ám ezt nem mindig mutatja meg, ha kérik. Most sokkal inkább lekötik a tábor programjai, a lovaglás és a tevesimogatás. Zolika, számoljál már. Meddig számol? Számolj. Egy. Számoljál, de hogy nem érted. Jaj. Te olyan huncut, ha nem akar valamit, azt mondja, hogy nem értem. Egy. Számoljál. Egy. Egy. Tízig. Úgy számol, mindent össze is ad tízig. Egy. Kettő. Nem sokkal később Márk is ezek közé a transzplantált gyerekek közé tartozott, hisz két hónap után találtak neki mesét. Márkót azonnal meg is műtötték. Az átültetés sikeres volt. De ezzel még korán sem volt vége. Hamarosan Márknak egy újabb szervre volt szüksége. Ám ezúttal nem a veséje, hanem a mája mondta fel a szolgálatot. Már maga az, hogy átültettünk valakiből egy másik emberbe szervet, az azért magába hordozza, hogy ezek komoly műtétek, de ha sebészi oldalról nézem, akkor a máj átültetés az egy jóval bonyolultabb, nehezebb, komplikáltabb, akár több szövődménnyel járó műtét, és azt is figyelembe kell venni, hogyha a vesénél valami nem úgy történik, nem működik rögtön ez a beültetett szerv, ott van az említett dialízis, a májnál viszont nem tudjuk pótolni, tehát ott nagyon fontos az, hogy elinduljon a beültetett májnak a működése. Vesére szerencsére csak két hónapot kellett várnia, de egy új májra viszont két évet. Hiába teltek gondtalanul a hétköznapok játékkal, focizással, Márk szeretett volna túl lenni a második transzplantáción, még akkor is, ha az kockázatosabb lesz az elsőnél. Két év után aztán felcsillant a remény. Felhívták a családot, hogy megvan az új máj. Már minden készen állt a műtétre. Márk végre túl lehetett az utolsó megpróbáltatáson is. Szinte az utolsó pillanatban, az ajtóban aztán mégis lefújták a műtétet. Kivizsgáltak, és reggel mondták, hogy 5 órakor elkezdik a műtétet, és 7 órakor jöttek be hozzám, hogy menjünk haza, mert nincsen máj. És akkor kezdtünk összepakolni, és bejött utána a doktor bácsi egy 20 centis vonalzóval, meg egy tollal, és elkezdtem méregetni a hasamat, és azt mondta, hogy ők ezt megpróbálják berakni. A műtét lefújása nem csak Márkot és édesanyját viselte meg, hanem a nővérét is. Dia akkor borult ki igazán. A hosszú várakozás aztán, hogy öccse mégse lehet túl a műtéten, mind egyszerre gyülemlett fel benne. Nálam is kiborult a Billy, mikor azt mondták, hogy próbálkoznak vele. Pont iskolában voltam. És akkor fölhívott anya, hogy hát mégse, meg mégis, és akkor végül is anyán töltöttem le a mérgemet, mert neki mondtam a magamét. Aztán utána megnyugodtam, utána mondták, hogy mégiscsak, meg hogy elkezdik, meg nem tudom, de akkor engem is kibarított. A máj nagyobb volt. Az orvosok végül mégis megpróbálták a műtétet. Ezt az átültetést még egy valaki végigizgulta. Gabi párja, Lajos, szintén aggódott Márk életéért. A Márkot 4 éve ismerem. Úgyhogy ebbe a nagy műtétjébe benne voltam most. Én kezeimbe hoztam haza, hogy a kocsiból, hogy be az ágyba. Most már jól van, az a lényeg, hogy most már jól van. Mondjuk nagyon megviselte, tényleg volt sírás is, hogy vele ne kísérletezzenek, meg mit tudom én, aranyos volt. Márk túl volt a műtéten, de sajnos még egy valami várt rá, amire a család se számított. A műtét után
még egyszer fel kellett nyitnia a hasát. Márkó, ahogy mondta, ez volt az egészben a legrosszabb, amire visszaemlékszik. Volt a drén, amikor ezt kihúzták, és átvittek a belgyógyászatra. Ott is mondták, hogy egy 5 perces műtét lesz, vagy valamit, vagy hogy a vért kiszívják a hasamból, és helyette megint felnyitottak, és kapcsok, drén, minden megint. Szerencsére ez volt az utolsó kellemetlen emlék. Márk azóta már csak kontrollvizsgálatokra jár. Most egészséges és jól van. Bátorságát senki sem vitatta a családban, mindazon, amin átment. Múltkor a műtétnél nem is tudom, tizenvalahány volt beszúrva neki, ami egyikből ment, a másikból jött. A infúzió, meg ilyenek, vér, mit tudom én, úgyhogy borzasztó látvány volt, ahogy én ott a intenzíven, ahogy néztem. De most Trump kis erős legény, úgyhogy le a kalappal. Ez már ismét Balatonvilágos. Márk már 8. alkalommal nyaral családjával, a többi transzplantált gyermekkel. Gyorsan beveszi a kilöködést, gátló és egyéb gyógyszereket, majd irány a tábor. Lovaglás, tevesimogatás, hinta, biliárd, csocsó, röplabda, drámajátékok, családterápia, sminktanfolyam és még számos program közül válogathatnak a gyerekek és szüleik egyaránt. Az alapítvány elnöke igyekezett úgy összeállítani a programokat, hogy azok igazi kikapcsolódást nyújtsanak az egész családnak, hisz minden egyes családtag egy nehéz időszakon van túl, ami után végre fellélegezhet. Hát ez nagyon jó, mert itt a gyerekek és a szülők itt egymás gondjait, bajait elmesélhetjük. Szóval ez nagyon jó, és a gyerekek érzik azt, hogy igenis vannak ilyen sorstársaik, akik ugyanígy ezeket túlélik, és ők is tulajdonképpen egészséges gyerekek, tehát semmiben nem különböznek. Márk sok barátra tett szert a táborban. Ezt mi sem bizonyítja, mint ez az amatőr videófelvétel, ahol barátaival egy ki mit tud versenyen lépett fel. Sok emberrel is kerekedtem meg. Van egy kisfiú, aki ugyanúgy május vesét kapott egyszerre, és azzal a kisfiúval, aki mit tudom, előadtunk a Mizut, és nagy sikert arattunk vele. Zsuzsa továbbra is szívvel, lélekkel végzi a munkáját, ami tulajdonképpen nem is munka a számára. Saját maga is átment ugyanezen, a családok pedig már mind barátok lettek. Olyan ez a tábor, mint egy nagy baráti közösség. Nekem 20 éve történt szintén veseátültetés, 20 éve elek új vesével, és nekem ez jelenti az életet. Tehát én nekem egy hihetetlen nagy boldogság látni azt, hogy ahogy nőnek fel a gyerekek, kisgyerekekből ma már komoly felnőttek lettek, és egészségesek, jól vannak, látni, hogy a szülők kiegyensúlyozottak, ez elmondhatatlan nagy boldogság. A tábor egyik csúcspontja az akadályverseny. Célbalövésben, gyorsaságban és ügyességben is kipróbálhatják magukat a gyerekek. Itt mindenki nyertes már. Ettől függetlenül a szurkolók mindent beleadnak. Gyerünk, Gomi! Gomi! Nagyon jó! Nagyon jó! Gyere! Ezt az ügyes vagy! Ez már nem az akadályverseny része, és nem a tábor. Márk a nyaralás után egy komoly megmérettetésre készül. Jövő nyáron rendezik meg a transzplantátok világversenyét, amin Márkó is indul. A világjátékban 12 sportágban 53 ország vesz részt.
Kevesen tudnak erről a fajta sikerünkről, de a magyar játékosok rendszeresen az élvonalban szoktak végezni. A következő főverseny az Argentinában lesz majd a VB. Közben még vannak hazai megmérettetések, mind OB-k, mind házi versenyek. Folyamatosan készülünk rá. Az én kezeim alatt durván egy olyan jó két hónapja dolgozik. Látványos fejlődésem ment át. Gabi végig ott lesz mellette, mint mindig. Szurkolt neki a műtétek alatt, vagy ha éppen egy akadályversenyben szerepelt, és a világversenyen is izgulni fog érte. Márk nem változott semmit. Ugyanúgy erős és eléri, amit akar. Segíteni segít, tehát hogyha szólok neki, akkor megcsinálja. Tehát így nincsen abszolút vele probléma, de az akarat az megvan szerintem, mint minden gyermekben. Egy vese és egy máját ültetést is megélt már. És még csak 14 éves. De tudja, hogy rajta kívül még számos gyermek vár donorra. Van, aki új szívre vagy más szervre vár most is. Már tudja, mit jelent várni és egyszerre félni. Ha segíthetne a többi gyermeknek, akkor megpróbálná megnyugtatni és bátorítani őket. Megmondanám nekik, hogy ne féljenek és legyenek erősek, mert én már ezen túlmentem, és hogy nem kell semmitől félni, mert úgyis minden jó lesz. Az argentin világversenyig még van egy év. Addig pedig még egy tábor megrendezésre kerül. Az egészen picikéktől, a nagyobbakon át egészen a szülőkig, nagyszülőkig, minden korosztály megfordul itt. Olyanok, akik még várnak a donorra, és olyanok is, akik már jól vannak. Másoknak segítenek, és biztatják egymást. Mert együtt minden sokkal könnyebb. Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő Zrt. A társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.